60-as években születtem, és nem mondom meg, hogy mikor, de nem most volt. És édesapám egy maszek kisiparos, akinek ugye onnan indul a történet, hogy valami gépjavítóba dolgozott, és nem nagyon akartak neki jutalmat vagy fizetésemelést adni, és mondta, hogy ha mivel nem volt pártkönyve, akkor ez az 50-es évek végén ez eléggé szükséges volt a karrierhez, és akkor mondta, hogy ha most se fogok kapni, de mindig dicsértek, akkor én ki fogom váltani az iparengedélyt. Ezt nem fogadták el, nem hitték el, ennek ellenére édesapám mégiscsak ugye kiváltotta. 58-tól maszek kisiparos lett, édesanyámat is azt hiszem 58-ba vette el, és azóta, utána aztán én meg 60-ban megszülettem, és utána nem mondod el. Nem mondom el, igen, természetesen. Hát nem szégyen ez, nem is büszkeség, de hát azt szokták mondani, hogy akit nem üt el a villamos, az egy szép kort megél, viszont elég csúnya halott lesz belőlem, ez már más kérdés. A lényeg, hogy itt jártam általános iskolába, ahogy beszéltük a baráttanár úr, és nagyon komoly és jó tanárok voltak. Nagyon szerettük a Szűcs József iskolát. Kik is voltak az osztályfőnökei, de általánosban? Tüskéni tanárnő, a sok tanárnő? A Tüskéni tanárnő volt, igen, és utána meg a Béres tanárnő. Igen. Béres tanárnő volt a felsőbe, és hát ebből adódott, hogy utána a gimnáziumba, Halasi gimnáziumba kerültem. Látsz egy most esetleg akár általános iskolai, akár gimnáziumi osztálytársat? Hát ahogy fel kell venni a szemüvegemet, de évfolyam társad biztos. Reformátusként olyan embert látok, akivel együtt jártunk ilyen imaórára, mert konfirmáltam is, ami szintén érdekes volt abban az időszakban, az nem volt természetes, és nem is annyira tapsoltak érte. Úgyhogy aztán De először úgy volt, hogy lehet, hogy nem is a Halasi gimibe jelentkeztél volna szívesen, úgy hallottam, hogy Szegedbe akartál. Hát igen, én elég jó rajzoltam, és akkor sokan azt gondolták, hogy belőlem ilyen grafikust vagy ilyet kell csinálni, de anyuék annyira óvtak, hogy ez a kisfiú, aki nem így nézett ki, mint most, hanem lényegesen vékonyka voltam, és vagy vékonyabb, és hát biztos, hogy törékeny, és hogy ez elveszik a nagyvárosba. És akkor így maradt a Sziládi gimnázium. Tehát Szeged helyett. Szeged helyett, igen. És itt ki volt az osztályfőnököd a gimiben? A németné. Magyarné. A magyarné tanárnő, aki egy nagyon kemény osztályfőnök volt, nagyon kemény matek tanár és fizika tanár, és az önálla a 4-es meg a 3-as, az egy ilyen más iskolában az egy olyan csillagos ötösnek felelt meg. Matekból például, igen. Tehát, de mivel ő is ilyen egyházi iskolát végzett, ezért nálunk a fegyelem és egy csomó olyan dolog, ami most elképesztő, ami van az iskolában, amit hallok, és ezen nagyon föl vagyok háborodva, hogy lehet az, hogy a szülők is nem a tanár mellé áll, hanem a gyerek, aki ugye persze, hogy ő a saját mundér becsületét védi, és megtámadják a tanárokat. Hát ez számomra elképzelhető és elfogadhatatlan. Értem, és ott én ugye fölötted jártam kettővel, és arra emlékszem, hogy te már akkor is nagyon jól fotóztál, és a fotó szakkörnek is tagja voltam, Zsófika néni vezetett, másrészt meg ki voltak helyezve a Szilárd gimnázium falára a te nagyszerű, úgy van, valóban nagyszerű fotóid, mondjuk az a lepényevő is, az egy csúcs tény. És ezekről beszélj egy pár szót, hogy ott hogy kezdtél el fotózni, vagy valami is. Hát az első gépem, az ez Mena 8M volt, egy szovjet gép, és a locsolkodási pénzből vettem, és onnan, mivel ugye az unokatestvérem a Lacus, az volt az egyik példaképem, meg így láttam, hogy ezek a fotós dolgok, ezek gyors sikert aratnak. Tehát jó sikert lehet aratni, mert addig még rajzolni, sokat kell dolgozni, pepecselni kell vele. Az ember lefényképezte, előrántotta, és már ott volt a készkép. De ez direkt ilyen. Tehát van, akinek meg lehet, hogy ez nem tetszik. Úgyhogy ez a göcsörtös fa, ez meg ugye jelzi azt a temetőbe, hogy ilyen az életünk, ilyen göcsörtös, sokfele elágazik, aztán a vége az lesz, hogy adios muchachos. Aztán itt vannak ugye ezek az úti fotók. Volt lehetőségem Ausztráliában, meg Tájföldre. Először Tájföldön voltam 10 napig, és ott
ott is ugye, hát az életem a szerencse is volt, meg hogy eleinte én nagyon nem szerettem beszélni, de utána meg rájöttem, hogyha el tudom magam adni meg azt a szolgáltatást és azt a tevékenységet, amit én csinálok, akkor ez egy jó dolog. És akkor megállapodtam a valamelyik utazási irodával, hogy én hagyd menjek el velük, és akkor én mindent lefotózok, meg filmezek, és akkor ezt én nekik odaadom, én nekem meg cserébe nem kellett fizetni a programokért. Úgyhogy 11 vagy 12 napig voltam Thaiföldön, ugye ezek az Alany Buddha, ezek az érdekes szobrok, aztán az a királyi palota, aztán ez egy érdekes William, ez egy stupa, ez egy olyan, ami nálunk ezek a kis keresztek, azok ilyen rossz elemeket szoktak el, elzavarni. Ez az utazók fája, ez egy nagyon régi pálma, ez azért nekem nagyon fontos, mert én is nagyon szeretek utazni. És aztán ez az úszópiac, ez délnyugatra van Bangkoktól, és ebben az az érdekes, hogy a termelők azok így felhozzák a csatornákon a különböző terméküket, és akkor ott lehet megvásárolni, ez érdekes. Ez egy nagyon érdekes asszony, tipikusan taj, és imádkozik, tehát nagyon vallásos nép, és a király, most azt hiszem 7. ráma a királyuk, az nagyon fontos az életükben. Egy rokoni szál miatt volt lehetőségem kimenni Ausztráliába, és meghívtak, és egy hónapot voltam Ausztráliába, de ez egy olyan ország, ami egy földrésznyi ország, és igazából hát alig tudtam csak a keleti partot, tehát Sydney-t, ugye Operaház, Herbert Bridge, ez a itt volt, ahol földre léptek először a Cook kapitány, és azért Sydney, mert egy Sydney nevezetű hajós kapitány az volt, akiről elnevezték Sydney-t. Aztán ugye fölmentem a Grafton folyóig, meg Brisbane fele. Hát ez egy csodálatos élmény. Tehát az Ausztrália ugye a sivatagtól az egész a trópusi dolgokig minden van. Nagyon szeretik az állatokat, a természetet, és ott mindené megbüntetnek, hogyha letépsz egy virágot, és a kígyónak, vagy a kengurúnak, vagy bármelyik koala macinak nagyobb becsülete van majdnem, mint egy embernek. Tehát igazából nem az ember az érdekes, hanem a természet, mert fölfogták, hogy az ember foglalta el a természetnek egy részét. Vannak ugye az aboriginálok, úgy mondják, hogy abók, azok hát olyanok, mint nálunk a romák, hogy őslakosnak minősítik magukat, több ezer éve ott vannak, és nagyon, hát egy kicsit olyan vadabb emberek, és most pár éve a miniszter kért bocsánatot tőlük, ugyanúgy, mint Amerikában ugye kiirtották az indiánokat, vagy rezervátumba tették, ők is rezervátumba éltek egy darabig, de most már vannak olyan falvak, amik kimondottan abó falvak, de ott a taxis, a rendőr, a postás, mindenki aboriginál, mert nem viselik el, hogyha bemegy fehér ember, tehát azt nem szeretik. Úgyhogy hát rengeteg kaland volt az életemben, és hát ezt igyekeztem megörökíteni.